Fizetésemelést. 2010 óta nem emelte a kormányzat a közalkalmazotti bértáblát, a köztisztviselői illetményalapot. Ez a szöveg volt olvasható azon a papírlapon, melyet az MSZP választókerületi elnöke és önkormányzati képviselője ragasztott ma a szolnoki polgármesteri hivatal ajtajára. Györfi Mihály elmondta, pártjuk kiáll a közszolgálati dolgozók ma indult országos sztrájkja mellett. Igazságtalannak tartjuk, ami velük zajlik, és különösen kikérjük azt, hogy még mai napig nem tárgyalt velük a magyar kormány, és különös fontosnak tartjuk azt, hogy ezzel a sztrájkkal felhívják a figyelmet, mi pedig ezzel szeretnénk tovább erősíteni Szolnokon is, hogy nincsenek egyedül, támogatjuk őket, kiállunk értük. Megdöbbentő, hogy a szociális ellátásban dolgozó közalkalmazottak döntő többsége minimálbérért dolgozik Szolnokon, vette át a szót Radó Zoltán. Az önkormányzati képviselő szerint tarthatatlan, hogy egy 30 éve dolgozó védőnő épp annyit keres, mint egy pályakezdő a megyeszékhelyen. Elmondják az intézmények, hogy így nagyon nehéz munkavállalókat találni, és nagyon nehéz a fiatalokat a pályára állítani. Tehát a közalkalmazotti bértáblának a nem emelése azt eredményezte Szolnok városában, hogy összeértek a bérek, mindenki ugyanannyit keres, mindenki minimálbért kap. A bértáblán változtatni kell, a 8 éves mozdulatlanságot meg kell törni, fogalmazott Radó Zoltán. Szerinte csak így lehet a szakma hitelességét és hosszú távon visszaállítani.